vezető mondta, annak nincs értelme, hogy mindenki kiüljön és közösen sírjanak, hogy ilyen nehéz a kortárs galériák helyzete, hanem sokkal inkább a kortárs művészet gyűjtésével kapcsolatos beszélgetésre gondoltak, és így aztán meghívták a Zágrábi Kortárs Művészeti Múzeum igazgatóhelyettesét, illetve a Wroclawi Kortárs Múzeumnak az igazgatóját, akikkel Petrányi Zsolt a Nemzeti Galériának, ugye a kortárs gyűjteményének a vezetője fog beszélgetni arról, hogy ezekben a bizonyos posztszocialista vagy háború utáni kelet-európai országoknak a mai kortárs művészettel foglalkozó közgyűjteményeinek milyen a gyűjtési gyakorlata. Itt mondom el, mert ez itt teljesen logikus, hogy ez a beszélgetés angol nyelven fog zajlani, és egyébként a beszélgetések jó része is, miután külföldi vendégek is lesznek bennük, magyar, illetve és angol nyelven fog zajlani, és természetesen folyamatosan mind a két nyelvből oda-vissza szinkron tolmácsolást fogunk biztosítani. A következő beszélgetés, amit szintén ugye Attila kiemelt, mint az egyik vezető program, ez a zsidó identitás a kortárs művészetben. Az ezzel kapcsolatos beszélgetésnek is több külföldi résztvevője lesz, nem fogok mindenkit név szerint felsorolni, az összes beszélgetésnek az anyaga benne van ebben a kis programfüzetben, és ott a résztvevők is természetesen ott vannak, de többek között egy berlini galéria kurátora érkezik, Karin Eder, vagy Laura Kruger, aki pedig a Hebrew Union College Múzeumnak a kurátora New Yorkból, és a magyar résztvevők között többek között Rényi András, az ELTE Művészettörténeti Intézetének a vezetője, vagy Harsányi László, aki ugye korábban a Magyarországi, a Budapesti Holokauszt Emlékközpontnak volt a vezetője, fognak részt venni. Megint csak azt gondoljuk, hogy annak, amit itt a kiállítók látnak majd a kiállításokon, amit Attila mondott, ugye, hogy több ezzel a témával kapcsolatos galéria mutat be projekteket, a hátterét talán egy ilyen beszélgetés közelebb tudja hozni a látogatókhoz.